Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Bistei Judit, sportmodell kategória, Európa bajnoka. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Gondolom, nagyon sok fitness rajongó sem tudja igazából hová tenni a nevedet, hogy ki is ez a Bistei Judit, hogy kerül ez képbe, ami valahol érthető is, hiszen ha valaki a nevedet hallotta, az ugye az a tánccal kapcsolatos, hiszen profi táncos vagy. Erre most essék itt egy fitness Európa bajnokságon. Európa bajnoki aranyérmet szereztél, ugye sportmodell kategóriában, a 165 cm alattiak között, ugye? Így van. És hogy miért érthető az, hogy igazából nem nagyon tudják hová tenni a nevedet ebben a sportágban, az ugye az annak is betudható, hogy ez volt életed harmadik versenye. Igen. Tehát összvész harmadik versenyeden rögtön Európa bajnok lettél. Igen. Ezt hogy sikerült összehozni? Talán annak köszönhető, hogy azért ugyan most jelentem meg a tavaszi szezonban a versenyeken, de azért régebb óta foglalkozom már a sporttal, tehát effektív a testépítéssel, amit szorosan kapcsolódva a tánchoz, azért kezdtem el, hogy a színpadi megjelenést, a színpadi formát azt egy kicsit még határozottabbá tegyem, illetve a táncban olyan akrobatikus elemeket is használunk, amihez számomra szükséges volt fejleszteni az izomzatomat, hogy azt még tökéletesebben tudjam mondjuk kivitelezni, és így kezdtem el edzőterembe járni, ahol úgy látszik, hogy egész jól fejlődött ez az izomzat. Magadtól kezdtél el, vagy súgtak, hogy menjél, járjál kell neked, vagy minden táncművész jár fitness terembe? Nem, magamtól kezdtem, én mindig egy ilyen kis túlbuzgó voltam, hogy mindig valami pluszt hozzá szerettem volna. Akkor lehet, tenni. Hogy most úttörő vagy? És akkor most ezek után majd felbuzdulva majd a színház társulat többi tagja, és akkor követik majd a példádat? Én úgy veszem észre, hogy van, akinek igen, ez szimpatikus, hogy én ezt még így pluszba hozzátettem, és mondhatni, hogy követik már néhányan a példámat, tehát szívesen foglalkoznak. Fiúknál egyébként is gyakrabban előfordul, tehát ők ugye az emelések miatt, hogy könnyebben bírják dobálni a lányokat, amúgy is erre már fektetnek hangsúlyt, de úgy veszem észre, hogy egyre több lány is odafigyel erre a dologra. Hány éve jársz le így a fitness terembe? 3 éve. 3 éve. De csak azért mentél le, hogy egy kicsit átrendezd, ugye? Így van. Az izomcsoportot, stb. Stb. Így van. Mikor is kiszólt neked, hogy benne több van? Az első edzőteremben egy Mátrai Gábor nevű személyi edző, akinek azóta is köszönöm, megszólított, hogy látja, hogy nagyon rendezett az izomzatom, vagy hogy elég látványos, és mióta foglalkozom vele. És akkor mondtam neki, hogy így edzőtermi szinten néhány hónapja, de egyébként ugye táncolok évek óta, illetve a tánc mellett is már saját testsúllyal, azért fekvőtámasz, egyéb gyakorlatokkal azért így foglalkoztam a testemmel, és ő konkrétan rákérdezett, hogy nincs-e kedvem fitness modell versenyen indulni, mert szerinte nagyon odavaló lenne az alkatom. És akkor én teljesen elzárkóztam ettől a dologtól, mondtam, hogy hát ez nem az én világom, én abszolút csak a táncban tudok megnyilvánulni, és biztos, hogy nem. És aztán tovább jártam edzőterembe, edzettem, párom egyre jobban, ugye ő, neki elmeséltem ezt a történetet, mondta, hogy miért nem próbálod ki magad, miért nem próbálod ki magad, és aztán amikor átköltöztem Budapest másik végébe, és a Gym City edzőterembe elkezdtem járni, és ott megláttam Adrián Csör, vagy Csörgő Adriánt, ugye, akinek nagyon tetszett a formája, és egyáltalán így a sikereit, ahogy így utána böngésztem, akkor gondoltam, hogy felkérem őt személyi edzőnek, vagyis veszek hozzá bérletet. Ez meg is történt, és egyik edzésünk alkalmával, talán harmadik edzésünk lehetett, így mondta, hogy fú, hát igen, tényleg mennyire kidolgozottak az izmaim, és akkor visszakérdeztem, hogy szerinted ez verseny
versenyre akár elég lehet, és mondta, hogy hát persze, ezt mindenképp meg kellene próbálni, úgyhogy erre a biztatásra mondtam, hogy akkor idén vágjunk bele. És ez volt február közepén, és hát május 2-án indultam el az első versenyemen, az a Badi Sportkupán itt Budapesten. Jó, azért nem rossz a mentorod, az edződ, ugye? Csörgő Adrián. Hát, nagyon nem. Mikor azt mondta neked, hogy jó, hogy akkor vágjatok bele, akkor utána módosult az edzés is? Még másképpen kellett edzed, másképpen táplálkoznod? Igen. Igen, addig is próbáltam odafigyelni a táplálkozásod, de nem olyan határozottan, tehát azért könnyen befolyásolható vagyok egy kis édességre, mondjuk. De akkor igen, rögtön elkezdtünk odafigyelni a táplálkozásra, beállítottuk, hogy körülbelül mi az a fehérje és szénhidrát arány, ami nekem szükséges, hogy a tánc miatt ne is fogyjak el. Igen. De ugye azért még ott nagyon-nagyon kemény munka volt, hiába táncolok, például nekem a lábamon nagyon sokat kellett formálni. Akkor rögtön ugye módosult az edzésterv, heti 3 lábedzés és heti 2 felső testedzés, illetve többször igyekeztünk úgy összehozni az edzéseket, hogy kimondottan csak velem tudjon foglalkozni. Tehát akkor azért így elég keményen neki fekültünk. De akkor sok volt táncóra, ugye, próbák, és akkor plusz mi mellett akkor a fitness edzések, ugye? Közben volt egy premierünk az Experidance-ben, az Én Leonardo című darabunk, amire hát azért kemény volt a felkészülés, mert az úgy nézett, hogy reggel 10-re mentünk próbára, balettóra, stb. Anyagtanulás, ez tartott jó esetben 5-ig, és akkor rohantam át, hogy 6-ra, 7-re átérjek az edzőterembe, ahol azért Adrival, hát még egy 2 órát, olykor 2,5-et ráhúztunk a napra. Nem volt úgy, hogy kész, nem kell sok nekem? Voltak pillanatok, de azt is azt mondom, hogy már itt nagyon közel a versenyhez, amikor azért a diéta is egy kicsit kezdett keményebbé válni. Akkor volt olyan, főként az EB előtti utolsó hetekben, hogy már azért a héten többször is elsírtam magam, hogy fú, azért ez kemény. Nincs úgy energiám, tehát azt éreztem az átlaghoz képest, nyilván azért meg voltam terhelve, épp hogy túl voltunk a bemutatón, hogy Úristen, nagyon kemény, de valahogy ott volt bennem a cél, annyira közel volt, és annyira szerettem volna eljutni, mert akkor még nem reméltem, hogy ilyen eredménnyel térek vissza, hogy akkor átléptem ezeken. Kicsit sírtam, de mentem tovább. Mikor ilyen állapotban voltak akkor is darabok, fellépések, vagy csak próbák voltak? Folyamatosan. Érezted úgy, hogy most nem vagy olyan jó a színpadon? Volt-e egyáltalán érezhető hatása? Olyan nem volt, hogy a színpadon. Tehát azért a színpad az nagyon-nagyon extra dopping. Oda belép az ember, és ott se fejfájás, se erőtlenség, ott semmi nincs, igen. De azért volt bizony, hogy lejöttem egy előadás után a színpadról, és azt éreztem, hogy Úristen, kész, minden energiám elfogyott, és most csak aludni tudnék. Otthon csak aludtál, amikor éppen hazaértél? Hát nem, mert még azért hazamentem, meg kellett főznöm másnapra az ételt, ugye csirke, már rizs, zöldségek, tehát azért ez fontos, hogy végig oda kellett figyelni. Igen, mit eszel? És aztán másnap reggel fölkeltem, mivel az együttesben tánckari asszisztensi pozícióban nőttem ki magam már az évek során, ezért reggelente mindig ugye az adminisztratív feladatokat végeztem, ami ugye abból áll, hogy követni kell a repertoáron futó darabjainkat, hogy melyik táncos mikor hová áll, esetleges fluktuáció esetén betölteni a helyeket, betanítani a szerepeket. Szóval azért így még ezt egy kicsit... Még be is tanítani? És be is tanítani. Kell ez neked? Igen. Szeretem. Jó, oké. És akkor mi lesz a fitnesszel? Abba hagyod? Nem. Csúcson. Hát még ez nem a csúcs, nem a csúcs? Nem. Azért még van tovább, még ezt lehet tovább fokozni. Mikor volt az első versenyed? Május 2-án. Ez hol volt? Itt Budapesten a Badi Sportkupa. És ott hányadik lettél? Ott 4. helyezett lettem, ott fitnessmodell kategóriában, tehetségkutató kategóriában indultam el. Rá 2 hétre volt Ausztriában az Ausztria Kupa, ahol első lettem sportmodell kategóriában. És meglepődtél nagyon, hogy első lettél? Igen. Igazából volt bennem motiváció, tehát most már volt bennem egy olyan, hogy Ausztriából én szeretnék dobogós helyel hazatérni. Tehát azért
feltérképeztem úgy nagyjából, hogy hová vagyok helyezhető ebben a sportban, de nem mertem remélni, hogy elsőként fogok végezni, és az hihetetlen is volt, amikor azt kimondták, de nagyon-nagyon erős volt bennem a cél, hogy én dobogós hellyel szeretnék hazatérni. Már csak azért is, mert nekem nagyon nehéz volt összeegyeztetnem a versenyeket az előadásokkal. Hát. És az Ausztria kupára mondjuk egy próbanapról kellett elkéreckednem, és bennem nagyon bennem volt az, hogy a társulatnak és a tánckarvezetőnek megmutatni, hogy nem hiába engedtek el. Tehát, hogy tényleg lássák, hogy belefektettem ebbe is a maximális energiát, és hogy van ott is helyem, ha már valamilyen szinten áldoztam egy kicsit a táncból, akkor legyen eredmény. És most, hogy Európa bajnokként jöttél haza életed harmadik versenyéről, hogy fogadtak a tánckarban? Fú, nagyon-nagyon büszkék voltak, és nagyon jó érzés volt, hogy leszálltam a repülőről, és épp dupla előadásunk volt aznap a művészetek palotájában, és beléptem a próbára, és hatalmas tapssal fogadtak, és nagyon jó érzés volt. Ezt meddig lehet bírni? Nem tudom. Egyelőre jó esik. Addig, amíg szereti az ember. Uh-huh. Egyelőre jó esik, igen. Kisúgott, kimondta, hogy a sport kategória lesz a te kategóriád. Adri, Csörgő Adrián. Uh-huh. Azért ő nagyon jól látja ezeket a kategóriákat, uh-huh. hogy ki hová való. Abszolút ő volt végig a mentorom, és hát ugye, mint mondtam is neki, hogy ritka, hogy az embernek a példaképe, az így személyesen adja át a tudását, uh-huh. úgyhogy ez nekem nagyon nagy dolog volt, és nagyon sok segítséget kaptam tőle mindenben, akár ebben, hogy milyen kategória, tökéletesen látta, uh-huh. hogy nekem hol kell még fejleszteni az izomzatomat, hogy az megfelelő legyen a táplálkozásban, uh-huh. mindenben. Mikor lesz a következő verseny? Ősszel, nem? Ha... Igen, most kacérkodom a gondolattal, hogy ősszel újra versenyezni. Világbajnokság? Kacérkodom vele. De még nem dőlt el? Még nem dőlt el. Min múlik? Hát őszintén szólva, itt már az anyagiakon. Tehát uh-huh. szívemből nagyon szeretném, természetesen nem hagytam abba a felkészülést sem, ugyanúgy edzek tovább, de itt már azért az anyagiak is közbeszólnak, hogy... Mert? Mi kerül sokba? A repülőjegy, szállás, uh-huh. inkább ezek, mert a nevezési díj az nem szerintem uh-huh. De ezt mindnektek kell állni. Igen, igen. Hát ez egy amatőr uh-huh. verseny, ugye itt magamnak finanszírozom, család segítségével esetleg. Hát a párod is táncos. Én is táncos, igen. Akkor ketten összetáncoljátok a pénzt, ugye? Most kicsit bulvárosan, fogalmazva. Igen, ez most úgy néz ki, hogy tőle kapom a legnagyobb támogatást Adrin kívül, tehát így... De támogató mit mondott? Ő nagyon büszke. Tehát ő volt az, aki igazából mondta nekem az első ilyen felfigyelés után, hogy éljek ezzel a lehetőséggel, próbáljam ki magam, higgyek a szemeknek, akik azt mondják, hogy van benne lehetőség. Úgyhogy ő végtelenül büszke most. Akkor még idén megpróbálod, világbajnok leszel, és akkor? Úgy legyen. Megint. Nehéz lesz? Egyébként foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy kik vannak ott a világ legjobbai között? Megnézted már a lányokat? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de jobban szeretem nem a szerint készíteni magam, hogy kik lesznek az ellenfelek, hanem csak magamra koncentrálni. Magamon keresni a hibát és azt javítani, és előre nem szeretem összehasonlítani magam a többi uh-huh. versenyzővel, mert én olyan ember vagyok, hogy mindenkiben meglátom a szépet, és hajlamos vagyok egy kicsit magamat alábecsülni, és akkor már veszítek az energiából, az önbizalomból, és nem biztos, hogy ugyanúgy lépek ki a színpadra, ha azt érzem, hogy ő, ebben és ebben szebb nálam, vagy jobb nálam. És akkor ez már kijön, kisugárzik belőle, és akkor már pontozok is, akkor már egy kicsit... Én úgy gondolom, hogy igen. Másképpen. Igen. Tehát most már neked bajnokként kell színpadra lépned. Mert bajnok vagy. Európa bajnok vagy. Igen, ez még talán már felfogtam, de azért hosszú napok kellettek ehhez a dologhoz, amíg ez úgy megérik az emberben, hogy egy bajnoki cím. Na, úgyhogy azt mondom, most már így kell kilépned a színpadra. Most már nyugodtan nézheted őket, mert ott van ellensúlyként maga az, hogy bajnok. Biztos, hogy meg fogom nézni, de nem. Nekem például a legnagyobb motiváló erő versenyek előtt már hetekkel nem is a saját versenytársaimat, hanem korábbi
győzteseket nézek vissza, uh-huh. videófelvételeken, fotókon, pózokat. Talán már bevallottam Adrinak, hogy bizony minden verseny előtt egy-két héttel minden este végignéztem a verseny fotóit. Uh-huh. Tehát nekem ez volt a legnagyobb motiváció, hogy igen, én is ezt szeretném elérni. És amikor megnéztem a VB-s döntőket, és ott lobogott a magyar zászló a nyertesek uh-huh. mögött, akkor azt mondtam, hogy fú, hát ezt az érzést meg szeretném tapasztalni, és ez fantasztikus is volt, amikor itt az EB-n jöttem előre, és repült a magyar zászló felém, tehát abba úgy beledobogott a szívem. A táncmúlt segít egyébként? Azt gondolom, hogy rengeteget. Eleve ugye a színpadi rutin, hogy nem idegen a színpad, uh-huh. ám bár nem lehet összehasonlítani a kettőt, pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy én a színpadon évek óta belebújok valakinek a bőrébe, és eljátszom egy uh-huh. szerepet, eltáncolok egy szerepet. Itt, ami nehézség volt, hogy itt mindent le kellett vetkőzni, és önmagamat adni. És ez iszonyatosan nagy különbség volt a kettő között. Hát igen, igen. Nyilván a mozgásban, amit kapok is visszajelzésben, letagadhatatlan, hogy foglalkozom mozgással, hogy táncolok, biztos, hogy másként fogok. Volt, aki észrevette és tett erre vonatkozó megjegyzést, aki nem ismerte a múltadat? Igen. Igen, azt mondhatom, hogy igen. Volt bizony. Konkrétan volt egy alkalom, amikor pózoltunk az edzőteremben Adrival, és leszólított egy számomra addig ismeretlen edző, aki megkérdezte, hogy ne haragudjak, de esetleg én táncolok, mert annyira másképp mozgok, mint a többi lány. Uh-huh. És akkor mondtam, igen. És akkor lehet, hogy ezzel a eltérő mozgással lehetsz akkor a világ legjobbja is? Jó lenne, remélem. Biztos, hogy számít. Szerintem nekem is az a véleményem, hogy nagyon sokat számít az, hogy egy szépen kidolgozott testet hogyan tud megmutatni az ember. És ez az egyébként a versenyfelkészülés egyik legnehezebb része. Amikor már odáig eljutunk, hogy akkor beállunk tükör elé, és megtanuljuk a pózokat, és a pózok közötti váltásokat, hogy hogyan megyünk át. Mm. Mert át lehet csak simán lépni, de lehet az egy picit kecsesebb, és akkor már is van kisugárzása a dolognak. Táncosan? Belevinni egy-két... Gondolkodtál ezzel? Finoman, nagyon finoman. Az sem jó, igen, erről is sokat beszélgettünk a felkészülés alatt Adrival, hogy persze, nem tudom letagadni a mozgásomban, én már másképp fogok megmozdulni, de vigyázni kell, hogy ne legyen túl táncos, mert azért szétválik a két dolog. Mm. Mozgás, de az egyik sport, igen. A másik művészet, de abban is benne van ugyanúgy a sport, de azért nem szabad túlzásba vinni. Most lejársz edzésekre, le fogsz menni, vagy most egy kis pihenő? Nem járok. Kihagytam 3 napot. És már rosszul is érzed magad, fogadjunk. Na, nagyon. Ugye? Nagyon, igen. A étvágyat sincs semmi. De az van sajnos. Szerintem minden versenyzőnek van étvágya verseny után, így egy héttel. De igen, már tegnap is voltam. Na, a diéta most egyelőre? Az most szünetel. Igen, sajnos vagy hál' Istennek, hát a fene se tudja, mert azért ugye a hosszú diéta után így vágyik az ember rá, hogy újra egyen mást is, de amikor meg visszaáll, akkor hiányzik, hogy egy kicsit úgymond tisztán étkezzünk. Bevallom neked, férfiasan nem értek a táncművészethez. Lehet, hogy akkor nem is jó a kérdés, mindesetre ezért megkérdezem, hogy attól, hogy most egy kicsit átalakult az izomzatod, az egész mozgáskultúrád, lehet, hogy más darabokban is helyed lesz? Tehát azt fogják mondani, hogy akkor te már ezt is, meg azt is eljátszhatod? Tehát bővülhet így akkor a repertoár? Hogy fog kihatni akkor végül is a... Én azt gondolom, hogy ez már kihat. Olyan tekintetben, hogy azért nálunk az együttesben nagyon jellemző a látványos, gyönyörű, színes, hatalmas jelmezek, amikben táncolunk, és már másodszor kaptam olyan szerepet, ahol egy kis topban és egy kis nadrágban kell táncolni. Igen, erre gondolom, magyarul most elnézést, levetkőztetnek, hogy többiekhez képest, tehát te többet mutatsz magadból. Mondhatni, igen. Igen, mondhatni. És milyen? Hát azért jó érzés természetesen,
Először ez is egy furcsa dolog, hogy nem ehhez a jelmezhez vagyunk szokva, de igazából jó érzés, hogy ha már ennyit dolgozott az ember ezért a dologért, akkor művészeti kereteken belül is meg tudja mutatni. Ez lehet, hogy újabb hódolóid lesznek. Lehet, nem tudom. Színésznek sosem már, így van? Hát persze, azért ez mindig növeli az embernek a... Növelheti esetleg a műsoraid, ahol te is fellépsz, annak a nézettségét, látogatottságát? Na akkor azt mondják, na akkor elmegyek és megnézem a Bisti Judit, hogy is néz ki. Mert ugye egy fitness versenyzőt egy évben egyszer vagy kétszer lehet Magyarországon látni, többször nagyon nem, ugye olyan sok verseny sincs, mert nehéz ezt a, főleg ezt a diétás ciklust ezt végigvinni. Téged meg sűrűn láthatnak. Én azt gondolom, hogy igen, ilyen az ember, kíváncsiak az emberek, és igen, miért nem mondanák azt. Sőt, aki egy kicsit jártas a versenyben, pont ezért, hogy összehasonlítva, hogy milyen az a versenyző, amikor nincs versenyszezon. Uh-huh. Erre a legkíváncsibbak szerintem általában az emberek. Már csak ezért is esetleg szívesen megnézik. Mikor és hol lehet téged látni? Legfőképp a Ram Colosseumban a 13. kerületben, vagy pedig pénteken Győrben a Táncfesztiválon. Illetve igen, itt vasárnap a Ram Colosseumban lesz, bocsánat, nem vasárnap, szombaton egy dupla előadásunk. De általában ott azért heti rendszerességgel a Ram Colosseumban vannak darabjaink. Azért kíváncsi vagyok majd arra, hogy az össztánc művészek, ugye, nem csak a te kis stúdióda ugye szerepelsz, hogy összességében hogy fogják majd lereagálni az, hogy van egy olyan táncművész, aki Európa bajnok lett fitnessben. Meglátjuk egyelőre. Nagyon-nagyon jól esik, hogy nagyon sok táncostól kapok gratulációt, dicséretet, és úgy őszinte szeretetet, és azt mondják, hogy azért ez nem semmi, hogy ezt így végigcsináltam. Akkor csak tánc és bodizás, fitness, semmi más az életben? Vagy van még egy harmadik, ami úgy viszonylag sűrűn ott van a te életedben? Jelenleg nem fér bele semmi más. Elvétve tanítás, mert ugye azért ugye én itt a tánc mellett táncpedagógus is volnék, de arra van jelenleg a legkevesebb időm. Illetve relatív, mert az együttesben kiélem a táncpedagógusi vénáimat, mivel azért ott sokat betanítok a fiatalabb táncosoknak. De inkább most ez a kettő, ez azért kitölti maximálisan az időmet. Semmi más hobbi? De. Tanulok fotózni. Igen? Igen. Szeretsz fotózni? Igen, szeretek. Embereket, vagy inkább természetet? Tárgyakat, vagy... Is, még nem alakult ki, azt mondom, az ízlésem, de azért úgy szeretnék mondjuk mozgást fotózni. Táncművészet. Igen. Egy-egy ilyen body versenyen jól lehet az alany? Mint fotószemmel nézve? Persze, abszolút, igen. Tehát ez is érdekes, hogy testeket fotózni, és abból mit lehet kihozni, elbillenteni egy művészi irányba, és nem csak natúra testet, hanem abból milyen extra látványt lehet kihozni. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is és akkor köszönöm. Odafigyelünk majd arra, hogy ősszel a világbajnokságon hogy fog szerepelni. Mert ugye ott leszel. Szeretnék ott lenni. Köszönöm igen. Szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm én is. További sportosat.